Az összes pályázatot kiírták a terület és településfejlesztési operatív programban. Az uniós forrást elsősorban az önkormányzatok igényelhették fejlesztési célokra. Ezek között intézményi felújítások, korszerűsítések, egészségügyi komplexumok, közösségi programok és munkahelyteremtő beruházások is szerepelnek. A terület és településfejlesztési operatív program teljes 7 évre meghirdetett keretösszege 1231 milliárd forint volt, melynek összes pályázatát idén március végéig kiírták. A programban 69 felhívás jelent meg, amiből 36 még nyitott, és 33 már lezárult. Ha a számokat nézzük, akkor a TOB-ban a megyék számára 794 milliárd forint, a megyei jogú városok külön büdzsén 419 milliárd forintot költhetnek fejlesztéseikre. 18 megye és 22 megyei jogú város a saját maguk által elkészített területi fejlesztési programjaik alapján érik el az uniós támogatást. A programban a települési önkormányzatok, az önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok, a költségvetési szervek intézményei, egyházi és civil szervezetek pályázhatnak. A TOP elsősorban az önkormányzatok fejlesztéseihez biztosít forrásokat, kiemelt célja a helyi önkormányzati szolgáltatások, mint oktatás, egészségügy, közösségek fejlesztése, a helyi foglalkoztatás bővítése. Valamennyi felhívás a megyék és megyei jogú városok saját fejlesztési elképzeléseit támogatja úgy, hogy a legfontosabb szempontokat szem előtt tartva a munkahelyteremtést, a helyi gazdaság élénkítését és erősítését szolgálják. Stúdióban vendégemet köszöntöm, Sesták Oszkár, a megyei közgyűlés elnöke. Jó estét kívánok! Hát 2017 tavaszára a legtöbb uniós programban a legtöbb pályázatot kiírták, így a topokban is kiírták azt a bizonyos 69 pályázatot, amire az önkormányzatok pályázhattak elsősorban. Miért volt fontos most már 2017 tavaszára az összes pályázatot kiírni? Hát egyrészt az önkormányzatok, a potenciális kedvezményezettek nagyon türelmetlenek voltak, érthető a türelmetlenség, hiszen sok olyan fejlesztési cél van, amelyet az előző uniós fejlesztési ciklusban nem sikerült megvalósítani, sőt, sok olyan fejlesztési cél lesz, amelyet persze ebben a ciklusban sem sikerül megvalósítani, azért számos hazai forrású belügyminiszteri és egyéb pályázati konstrukció is megjelent már önkormányzatok fejlesztési elképzeléseihez támogatást nyújtandó, és azt gondolom, hogy jövőben még inkább, tehát jövőre, az követő években hazai forrású pályázatokra számíthatnak az önkormányzatok, hiszen jókorban van a költségvetés, és most is jelentek meg már egyébként hazai forrású pályázatok is, polgármester kollégák tudják, konyha felújítása és egyéb más célokra. Igen, intézmények fejlesztéseit szolgáló beruházásokra elsősorban, de hogyha visszatérünk a területfejlesztési operatív programokhoz, ezek a pályázatok, vagy ezeknek egy része már benn van, döntésre várnak, illetve az önkormányzatok hozzá is kezdenének a beruházásokhoz, mikor juthatnak forráshoz, mikor érhetnek döntési fázisba egyes pályázatok. Nagyon nehezen tudok időpontot mondani, hiszen több olyan időpont volt, amikor már azt gondoltuk, hogy ez rövidesen döntési fázisba juthat. A várakozásokhoz képest talán valóban csúszik egy fél évet a döntéshozatal, de hogyha ezt összehasonlítjuk az előző ciklusfejlesztési elképzeléseivel, illetve az ottani forrás lehívás gyorságával, akkor így is legalább másfél-két éves előnyben vagyunk a ciklushoz képest, a ciklus elejéhez képest, tehát minden relatív. Indokolt az, hogy talán késésben van a korábbi elképzelésekhez képest a program, viszont összehasonlítva az előző fejlesztési ciklussal másfél-két éves előnyben vagyunk a források kihelyezésével. Most egyszerűen nagyon sok forrás fog kihelyeződni az önkormányzatokhoz, elsősorban települési önkormányzatokhoz, úgyhogy ez érthető a felfokozott várakozás most. De meg kell, hogy kérdezzem, úgy, mint más pályázati programoknál, itt nem lehet forrás elakadás, gondolok én a vidékfejlesztési pályázatokra, meg ott volt pályázatfelfüggesztés is, ennél a típusonál nincs ilyen. Nincs, nem volt szó
pályázat felfüggesztésről, tehát minden pályázati konstrukció a maga rendje módja szerint megy. Van egyébként olyan pályázati konstrukció, ahol a második felhívás jelent meg már március 31-ig, tehát kétkörös pályázati felhívás van, például a munkahelyi paktum esetében, március 31-ig már a helyi paktumok esetében a második körös felhívás is megjelent. Elsősorban mire, milyen fejlesztési célokra pályázhattak az önkormányzatok ebben a programban? Hát a csapadékvíz elvezetéstől kezdve az óvodai fejlesztési, kerékpárút fejlesztés, bizonyos útfejlesztési programok, de a munkahelyi paktumok is egy jelentős fejlesztési lehetőséget adnak az önkormányzatok számára, illetve mondjuk a barna mezős beruházás, már a barna mezős beruházásban azt értem, hogy leromlott városi területek rehabilitációjáról van szó ebben a pályázatban, vagy a zöldváros tekintetében város szépítési akciók támogatásáról van szó, de turisztikai pályázati célkitűzések is voltak, ebben is megjelentek a pályázati kiírások. Számos az élet számos területén lehet pályázni, egészségügyi szakrendelők felújítására, házorvosi praxisok felújítására. Ehhez előzetesen az kellett, hogy az önkormányzatok lássák azt, hogy milyen területen kell fejleszteni, milyen területen kell fejlődniük, és volt egy megyei fejlesztési program is, a kettőnek illeszkedni kellett. Az önkormányzatok jól döntöttek-e ezeknél a pályázatoknál, mit lát elnök úr? Illetve van még egy olyan gondolat is, hogy volt-e verseny az önkormányzatok között? Természetesen van verseny, vannak olyan pályázati konstrukciók, ahol nem olyan éles a verseny, van viszont, ahol hát jó pályázatok születtek, és nem lehet kiegészíteni a pályázatokat, különösképpen az óvodai fejlesztésekre. Ugye 3 éves kortól kötelező az óvodai ellátás biztosítása az önkormányzatoknak, tehát ez megfelelő forrás is kell, és itt biztos vagyok benne, hogy itt hazai fejlesztési forrásokra is szükség legyen, hogy a jogos igényeket ki lehessen elégíteni. Volt-e még más olyan célterület, amire látják azt, hogy túligénylés is volt, vagy lehetett? A kerékpárút is nagyon népszerű pályázat. Csapadékvízelvezetés, tehát arra a forrásoknak a sokszorosára lett volna szükség, hogy ott a jogos és méltányolható igényeket ki tudjuk elégíteni, ezt előre tudom borítékolni. Tehát a nagy megyei koncepcióhoz illeszkedni kellett a kisebb települési fejlesztéseknek is, a nagy fejlesztési programban pedig vannak célirányok, célterületek, melyek ezek, tehát a topok által is milyen célterületek fognak fejlődni a következő években itt a megyében? A megyének, illetve a megyei önkormányzatnak nagyon fontos volt a turizmus fejlesztési program, ott egy integrált programot benyújtott maga a megyei önkormányzat, mint kedvezményezett. Ez egy több mint 4 milliárd forintos program, 40 támogatási helyszínen, több mint 30 önkormányzattal konzorciális megállapodásban. Tehát ez egy komplex és az eddigi pontszerű fejlesztéseket igyekszik egy értelmezési keretbe foglalni. Ezen túlmenően érkeztek be erre a célra is egyedi pályázati programok is, azok is sok esetben méltányolhatók, illetve van még egy 1,2 milliárdos ugyancsak turizmusfejlesztési program, arra is a megyei önkormányzat készen áll a megyei fejlesztési ügynökséggel, hogy itt is egy komplex programot is benyújtson a támogatás reményével. Ezzel a programmal milyen hátrányt tud behozni vagy leküzdeni Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, mert nagyon sokágú a fejlesztési terület? Hát az élhetőbb megyét tűztük ki, mint általános, vagy egy mondatba összefoglalható célt. Tehát nem azt a fajta ambíciót, hogy minden fejlesztési hátrányunkat, fejlettségbeli hátrányunkat le tudjuk küzdeni akár egy uniós fejlesztési ciklusba, de hogy olyan környezetet teremtsünk, olyan munkavállalói környezetet teremtsünk, olyan települési környezetet teremtsünk, amelyben otthonosabban érzik magukat a itt lakók, és nem kényszerülnek az ország szerencsésebb vidékeire, vagy esetleg külföldre vándorolni. Én azt gondolom, hogy ezt a fejlesztési célt el tudjuk érni a fejlesztési ciklus végére. Tehát legyen egy lakosság megtartó ereje a megyének. Így van, tehát ez volt az elsődleges cél. Ez a 100 milliárdos keretösszeg, amiről korábban beszéltünk, ez még most is aktuális, vagy ez bővülhetett valamennyivel ebben a programban? Ennyi az keretösszeg a megye számára, a Nyíregyházán kívüli fejlesztési célokra. Akkor egy nagyon picit ezzel a foglalkoztatási paktummal foglalkozunk, hiszen ez legutóbb már égető probléma volt itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amellett, hogy még mindig olyan, tehát magasabb a munkanélküliség, mint az ország más részein. Olyan mértékű szakember hiány jelentkezik, hogy ezen nap mint nap küzdenek a nagyobb és kisebb cégek is. Ez a paktum mire lesz jó, mit céloz meg, mire törekszik?
olyan képzési programokat igyekszünk indítani a helyi paktumokkal együttműködve, amelyek a munkavállaló, a munkaadó igényekre reagálnak, tehát a paktum szervezetet is úgy alakítottuk ki, hogy ebben nagy munkáltatók is szerepet vállaltak, az irányítási szerepet is vállalták a paktumban, tehát igyekszünk minél közelebb vinni a döntési mechanizmust a foglalkoztatók igényeihez. Valóban paradox módon munkaerő hiány is van a megyében, ugyanakkor pedig munkaerő felesleg is, tehát itt a képzés, átképzés, továbbképzés, azt gondolom a kulcsa, hogy találkozzanak egymással az igények. Visszatérve az előző kérdésre, azért fontos rögzíteni, hogy nem csak 100 milliárd forint érkezik a megyébe, hiszen más ágazati programok révén ennek a körülbelül a négyszeresére számítunk, KEHOP, GINOP és egyéb más pályázati program keretében, tehát körülbelül 400 milliárd a minimum, amit várunk ebben a ciklusban a megyébe. Szóba került az is, hogy akár a munkaerő hiány leküzdésében is segíthetne az, hogyha a határon túli szomszédos megyékkel zökkenőmentesebb lenne a kapcsolatunk, illetve a mobilitás megoldható lenne. Ez irányú fejlesztése pedig a határon átívelő programok kapcsán jöhetnek létre, mit céloznak ezek a programok, akár magyar-román vagy magyar-szlovák relációban. Környezetvédelmi, katasztrófavédelmi pályázatok már megjelentek a magyar-román program célkitűzései között, de a Kárpátalja, illetve Ukrajna irányában nyitott projektek is fontosak számunkra. Igyekszünk valóban hidat képezni, mondjuk különösképpen Ukrajna is, az Európai Unió Magyarország között. Erre van egy európai területi társulási programunk is Kárpátaljával. Igyekszünk ezt valódi tartalommal megtölteni, ugyanakkor viszont nagyon komoly nehézségek vannak, ugye a migráció következtében paradox módon egy szigorított határőrizetet vezetett be az Európai Unió a külső határain, és nem csak a unió külső határain, hanem a schengeni határokon is. Tehát ez jelentős mértékben azokat a célokat, amelyeket célkitűzésként pár évvel ezelőtt, akár útépítésben több mint 10 út elkészült a határon, csak paradox módon ezek csak részlegesen tudtak megnyitni, rendkívül magas költségekkel tudna az állam, a két állam, Magyarország és Románia ezeket a határátkelőket működtetni. Tehát elkészültek ezek az utak, csak az uniós politikák nem tudják követni azokat a fejlesztési elképzeléseket, amelyeket akár a határmenti együttműködési programokban is célul tűztünk ki néhány évvel ezelőtt. És Ukrajna vízummentessége milyen lehetőséget nyújt? Ez komoly lehetőség, ez különösen a kárpátaljai magyarságnak, Ukrajnának egy nagyon komoly lehetőség. Elkötelezettünk voltunk ebbe a programba, én is, amit magam megtehettem, ezért megtettünk. Ugyanakkor viszont a határőrizet szigorúsága, ez paradox módon hát nehezebbé teszi időben legalábbis határátkelést, a vízummentesség viszont valóban nagyon nagy könnyebbséget jelent a kapcsolattartásban. Elnök úr, köszönjük szépen! Köszönöm szépen!